Most tiszteletek, köszöntelek, szevasz! Egy elég drámainak ígérkező videó veszi kezdetét most ezennel. Hát sacó, bevallom őszintén, ezt a videót nem egyszer kezdtem már előről, volt, hogy már konkrétan 10 perc fel volt véve, volt, hogy 5 perc volt felvéve, volt, hogy ennyi idő volt felvéve, és újra kezdtem. Én nekem nem szokásom az, hogy kinyomkodom, és akkor újra föl, nyelvbotlás van, akkor nyelvbotlás van, pofázunk ezerrel. Az itt a lényeg, és valami tartalom is azért néha-néha legyen benne, hogy a hashtag, a minőségi tartalom hashtaget ki lehessen rá vigyezteni, ugyebár. Azok, szóval ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez most úgy mondhatni, hogy egy olyan téma, amiről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Volt is erről már szó egyik élőadásban, pont tegnap, érdekes, nem ez volt ugyan az adásnak a fő témája, tehát nem erről szólt, szándékosan nem erről szólt, és én szándékosan erőltettem azt, hogy na most így szépen a fű alatt beszéljünk erről a dologról, miről is van szó, igazából a YouTube és a Twitch közti YouTube-ról való átállás Twitch-re, mármint élőadások tekintetében. Na most az gyorsan leszögezném a legelején, hogy senki ne szarjon be. A leírásban ott lesz a Twitch csatorna linkje, ott szépen be tudod követni, hogyha az élőadások továbbra is érdekelnek. Miért nem kell beszarni? Élőadások minősége csak javulni fog, mármint képben. Az, hogy miben fog még javulni, az majd úgyis menet közben kiderül. Most az, hogy milyen közösség van ott, milyen emberek mennek oda, hát pont lesz arról, hogy őszinte legyek. Én mindenkit ugyanúgy szoktam szeretni, hát most max aztán néha van olyan emberke, betéved a chatre, akihez egyáltalán nincs kedve, már nincs kedve megnevelni, kapja a bant, hello. Tehát ilyenek vannak, srácok, nem kell igazából foglalkozni. Nem szoktam ezen túlságosan stresszelni, hogy őszinte legyek, úgyhogy ezután sem fogok. Tehát nem ilyen dolgok állnak a váltás hátterében, hanem tegnap volt egy élőadás, hát nem is egy, három, abból kettőnél, illetve az egyiknél volt olyan, hogy menet közben letiltotta az élőadást a YouTube, és folytattuk tovább, megállítottam azt a videót, amit éppenséggel néztünk, teljesen mindegy egyébként, hogy ez milyen videó volt, annyi a lényeg, hogy arra letiltott ideiglenesen. Hát ilyen volt már, valljuk be, azért mondhatni nem is egyszer, még az RTS-es időszakból, ahol ugye csapattuk a bulikat. És hát lényegében miután megállítottam azt a videót, utána ment tovább az élőadás, mint ahogy szokott, és azt követően áttértünk egy érdekes témára, pont erre a témára. Nem is tudom már, hogy honnan jött, hogy ez a Twitch-es dolog. Elkezdtünk róla beszélni. Beszélgettünk róla nagyon-nagyon sokat, és mit az Isten, nem fogod elhinni tényleg. Azt követő adásban Football Manager, és így hát éjfélt ütött az óra, plusz-minusz 10-20 perc, és így az élő adás így rotty. Egyik pillanatról a másikra. Hát mondom, ilyen nem létezik. Azért azt tudni kell, hogy két adás között eltett nem kevés idő, szerintem. És az előbb említett adásban, Football Manager-es adásban is azért volt egy-két copyrightos zene. Szokásos zenék szóltak igazából, ugyazok a szar copyrightos zenék. Ennyi igazából. Aztán egyszer csak kiúzták alólunk a széket. És onnantól kezdve már nem is nagyon tudtam mit kezdeni ezzel az egész dologgal, nem tudtam élőadást indítani. Rámentem a csatorna oldalára, hogy ez mégis mi volt, e-mailt kaptam-e, nem kaptam e-mailt ezzel kapcsolatban. Mondom, ez érdekes. Semmilyen szerzői jogi figyelmeztetés nincs, semmi egyéb figyelmeztetésem nincs, csak annyi van odaírva, hogy élőadást nem indíthatok. Hát azért azt érdemes tudni, hogy skacok, azért nem tudom, hogy mennyi videó van fönt ezen a csatornán, de hogy a 99%-a mind élőadás volt, az is biztos.
És azért ez egy nagy érvágás mondhat ennek a csatornának. Na de, tehát még egyszer mondom, nem kell beszarni. Élőadások Twitch-en lesznek innentől kezdve, roppant egyszerű a dolog. Hát most ez egy picikét hirtelen jött. Hirtelen kellett erre reagálni. Egyébként tegnap, illetve hát ma hajnalban volt egy élőadás pár Twitch-en. Hihetetlen kimondani, Twitch-en. Úristen. Hihetetlen nagyon. Nem szerettem volna én nagyon ezt az átállást, mert igazából különösebb okom nem volt rá. Annyi, hogy itt YouTube-on ugye, ha tilt, akkor tilt. Most visszatölteni az adást, meg lenémítani, meg átszerkeszteni, ez mind idő, meg kerülő utak, meg a tököm tudja mi, akkor valaki megsértődik ezen, hát megsértődik ezen, hogy vala nem tudom, visszanéz az adást, kicseszel azok az emberekkel, szevasz Krisz, kicseszel azok az emberekkel, akik szeretnék visszanézni az adást, de nem tudják a copyright zene miatt, úgyhogy hát ez ilyen. Ilyen a YouTube, srácok. Nem lehet igazából mit csinálni. Úgyhogy, hát ez most, én picit összeszedetlennek érzem ezt a videót, de hogy őszinte legyek, ha egy picit is megérted a helyzetem, akkor azt is megérted, hogy mi ez a tinglitanglizás most itt ebben a videóban. Valahol azért nehéz őszintén mosolyognom, de én mindig optimista ember voltam, vagyok is, meg leszek is. Vagy nem leszek, tököm tudja majd, ahogy idősödöm, lehet, hogy ez változik, teljesen mindegy. Na, srácok, nyomjátok tényleg a követést, majd úgyis lesznek itt ezen a csatornán nem kevés videó, tehát azért nem fogom abba hagyni ezt a YouTube-a csatornát, nem kell igazából emiatt sem aggódni. Ami viszont nagyon fontos, hogy a komment szekcióban írd le a véleményed azzal kapcsolatban, hogy neked ez ennek örülsz, nem örülsz, hogy vagy vele. Azt viszont mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy ez a Twitch-es dolog, amikor úgy elkezdett körvonalazódni, amikor elkezdtünk erről beszélni tegnap, aztán jött ez az isteni sugallat, hogy élőadásokat nem tudsz indítani, akkor mondhatni, hogy így az emberek 98%-a azt mondta, hogy vala, ez jó, fasz, nyomja, döcsém. Én meg be voltam szarva itt, hogy úristen, most mi lesz, hogy lesz, jaj, hát az emberek megutálnak, meg a tököm tudja, mi lesz, hogy lesz. Hát meglátjuk tényleg. Annyi viszont azért hozzátartozik ehhez, azért nem kevés, majd, hogy nem 100 szponzor volt itt a YouTube-on csatornán. Én ezeknek a szponzoroknak, akik tényleg szeretnének továbbra is azok maradni, vagy valamilyen úton, módon én ezt azért szeretném átmenteni majd oda Twitch-re is, mit tudom én, VIP rang, vagy valamit majd, skacok, tényleg, még nagyon nem ismerem a Twitch-et, úgyhogy majd menet közben, meg hát majd együtt, ahogy mindig mindent szoktunk csinálni, együtt majd úgyis rájövünk a dolgokra, meghódítjuk azt a platformot is. és ennyi, majd valamit majd kitalálunk mindenképpen. Ennyi, hát most ott majd, mit tudom én, partnernek kell lenni, meg a tököm tudja mi van, hogy van. Nyomni fogjuk. Élőadások minősége, képminősége biztos, hogy javulni fog, viszont az nem kis előrelépés lesz majd szerintem. Úgyhogy ja. Meg hát azért valljuk be, hogy ez a tetszik, nem tetszikes hülyeség itt az adások alatt, élőadások alatt is. Mert az, hogy a videók alatt ott van, arra még azt mondom, hogy ok. De az, hogy élőadásokra is az komolyan befolyással van, plusz az, hogy a gaming tartalmak azok így mondhatni el vannak lehetetlenítve, tehát hogy több órás tartalmat te fölraksz, akkor így rip van neked mondhatni, vagy max akkor nem, hogyha ha van egy stabilan követő, egy stabil követő bázisod, vagy mit tudom én, valahogy valami ilyes fajta dolog lehet az igazság mögött. Mi az, amit nem mondtam, és kacok, nem tudom, össze-vissza cikáznak bennem a gondolatok. Egyáltalán nem vagyok egyébként kétségbeesve, az hozzátartozik. Most aki egyébként nem hinné el, hogy pont tényleg este, pont éjfélkor letiltotta a YouTube az élőadásokra a jogomat, nézze meg a Twitch-es csatornát, miután bekövette, menjen bele a klippekbe, és akkor ott meg fogja találni szerintem
talán Andor klippelte ki ezt vágta ki azt a részt, és tette közzé, hogy szép kezdés, vagy valami ilyesmi, talán annak a klipnek a címe. Úgyhogy skacok, hát most ez a videó olyan hosszú lett, amilyen hosszú lett, vagy lesz. Ez ma tényleg folyamatosan jár az agyam, hogy mi az, amit még nagyon-nagyon szeretnék elmondani nektek. Mert azért ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, én úgy gondolom. Tehát azért itt voltunk 2 éven keresztül, itt YouTube-on stabilan, folyamatosan élőadások volt a skacok. Nekem az egész életem, az elmúlt éveim, az elmúlt 2 évem arról szól, hogy itt vagyok szinte minden nap, tényleg. Tehát azért mondhatni, hogy látástól vakulásig nyomtuk ezeket a dolgokat, és nagyon sok örömteli dolgot okozott nekünk már ez a... YouTube, fogjuk rá, hát mégis annak a platformján volt, rengeteg dolgot itt átéltünk, ez azért szívbe markoló szerintem. Akárhogy nézzük, tehát valahol azért újra kell lesz az egészet majd építeni. Nyilván persze, aki követi ezt a csatornát, az úgy is át fog menni arra, meg neki pont, hogy teljesen mindegy, hogy most YouTube-on vagy Twitch-en nézi az élőadásokat, ha érdeklődik iránta, akkor úgyis nézni fogja igazából. Ez így működik, nem kell beszarni emiatt. Ennyi. Erre a videóra viszont mindenképpen tényleg csapjatok egy kommentet, hogy mi a vélemény, hogy látjátok a jövőnket, és a többi. Bármi ezzel kapcsolatos dolog van, nyugodtan írd le tényleg a véleményed, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy komoly téma, beszéljük ki, válaszolni fogok remélhetőleg minden kommentre. Ennyi, beszéljük meg. Vagy ha nem is válaszolok, akkor valamit reagálok rá, max kapsz egy szívecskét, aztán mindenki örüljön, mint majom a farkának, persze. Úgyhogy... Ja, hát kacok. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy Twitch-en a mai nap lesz élőadás. Mi van ma? Úristen, mi van ma? 8.24, mert lehet, hogy mit tudom én, valaki később nézi meg aztán azt fogja inni, hogy mi most lesz élőadás? Úristen, akkor menjünk. Nem. 8.24, 14 óra után körül kezdődik majd egy élőadás, és az Twitch-en lesz. Gokartozni fogunk, lényegében lesz majd közvetítés, meg tököm tudja mi. Úgyhogy, hát kacok, megyünk előre, nyomjuk neki. Még azért az hosszú távú tervekhez az hozzátartozik, hogy nyilván azért, tehát az élőadások megmaradnak majd. Át fogom majd ide tölteni, nem is erre a csatornára fogom tölteni nagyon nagy valószínűséggel, hanem egy másik csatornára, mert azokat a videókat, vagy azokat az élőadásokat nagyon nagy kár lenne erre a csatornára föltenni, mert az mondhatni tönkre tenni. Úgyhogy ez majd szépen át lesz mentve egy másik. Ennek létre lesz hozva egy új csatorna a streameknek, a Twitch-es streameknek. Meg lesznek majd ilyen összefoglaló videók erre a csatornára feltöltve, plusz erre a csatornára szeretnék majd azért valamilyen dolgokat, mert azért én úgy gondolom, hogy ezt az élőadásos problémát itt YouTube-on meg lehet még oldani. Hát a copyright strike-ot megoldottuk pár óra alatt, akkor ezt is meg fogjuk oldani, szerintem. Úgyhogy láthatjátok, tehát az gyönyörűen ott volt az isteni sugallat, hogy ez mégis milyen, hogy van. Mindegy, nagyon szerintem már nem kell magyarázni senkinek sem ezt a Twitch-es átállást, én úgy gondolom, mert azért nyilván ott azért nem csak én vagyok egyedüli streamer, vagy ki minek hív, teljesen mindegy. Tehát azért nem egy ember ment már át Twitch-re, hát gyanítom, hogy nem is én leszek az utolsó. Hát ez van, hát a YouTube lényegében ezt kiprovokálta. Mondhatni, ilyen erőszakos módon. Ja, mert azért ennyire... Na mindegy, srácok! Tapsiar mindenkinek, minden fasza van, nem kell beszarni, csak gondolkodtam kegyetlenül, mert ez tényleg nagyon nagy horderejű dolog ez. Tehát ez egy komoly dolog. Szeretném, hogyha tényleg minden el lenne mondva ebbe a videóba is, és minden egy helyen lenne. Bár szerintem ezzel kapcsolatban még tudti, hogy lesz valami videó, vagy bármi dolog. És kacok, leírás,
Twitch csatorna, kövess be, vagy ahogy érzed lényegében. Hát most ahogy nem akarok tényleg, nem akarom beléd beszélni ezt az egész Twitch-et. Nos, hölgyek, urak, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek nagyon-nagyon jók, és délután akkor találkozunk remélhetőleg, meg hát majd a későbbiekben fogunk még találkozni Twitch-en, itt YouTube-on is, de az élő adások szigorúan Twitch-en lesznek innentől kezdve. Úgyhogy kacok, fel a fejjel, meghódítjuk azt a szájba tekert platformot is úgy, mint a büdös rohadt élet. Majd csak figyelj oda, komoly lesz, nagyon, nem kell beszalni. Ja, és ami még nagyon fontos, lesznek durva dolgok, nagyon durva dolgok az elkövetkezendő időszakban, hogy valami atya úristenes lezárás legyen. Nyilván ezekről még nem beszélhetek, de olyan dolgok lesznek, hogy le fog esni az a szájba tekert állad. Bizony. Úgyhogy kaszok. Bala bácsi ott van a szeren, nem kell aggódni, csak most ez K életben így alakult. Na, beszélnék amúgy itt rengeteg, reggelig, már annyira hozzászoktam az élőadásokhoz, hogy ott aztán kötetlenül lehet veretni az ipart. Nos, jók lehetek, tényleg. Ezt már mondjuk sokszor elmondtam. Sziasztok, halihó.